Ferenc pápa nápolyi útja, börtönlátogatás, beszéd a Szent Januárius ereklyéjét őrző templomban. A pápa elfogadta Kiss O'Brien bíboros lemondását. Spanyol nővérek új életszakaszukra kértek pápai áldást. Itt a római riportokban. Ferenc pápának, miután meglátogatta a Pompei búcsújáró helyet, első állomása Nápoly külvárosa Scampia volt. La vita a Napoli non è mai stata facile, ma però non è mai stata triste. Ezt a városrészt a korrupció és a munkanélküliség jellemzi. A nápolyi maffiának is nagy a hatalma itt. A pápa meghallgatta egy Fülöp-szigeteki bevándorló, egy napszámos és egy bíró beszámolóját. Ezután pedig kemény szavakat használva arra figyelmeztette az embereket, hogy ne engedjék soha, hogy a gonoszé legyen az utolsó szó. A bevándorlókról szólva kiemelte, hogy nincs másodosztályú polgár, mert mindannyian Isten gyermekei vagyunk. Scampiában a legmagasabb a munkanélküliség egész Olaszországban. A pápa hangsúlyozta, nem az a gond, hogy a munkanélkülieknek nincs mit enni, hanem hogy elveszítik a méltóságukat. La corruzione spuzza e la società corrotta spuzza. E un cristiano che lascia entrare dentro di sé la corruzione non è cristiano, spuzza. Ferenc pápa elítélte a maffiát. Abban látja az ettől való megmenekülést, ha úgy neveljük az ifjúságot, mint ahogy Bosco Szent János vagy Giuseppe Pugliesi tette. Végül elmondta, hogy egy korrupt társadalom elfordul a bevándorlóktól, nem ad nekik munkát. Ezzel szemben egy keresztény sem lehet közömbös. I mafiosi non sono in comunione con Dio, sono scomunicati. Ugyanez az üzenet hangzott el dolgozó szobája ablakából valamikor januárban is, amikor az ország egy Kokó nevű 3 éves kisgyermek meggyilkolását gyászolta. Preghiamo con Kokó, che sicuro è con Gesù in cielo, per le persone che hanno fatto questo reato, perché si pentiscano e si convertano al Signore. Egy évvel ezelőtt találkozott Ferenc pápa azokkal a családokkal, akiknek tagjait meggyilkolta a maffia az évek folyamán. Felolvasták a 800 áldozat nevét. A pápa bűnbánatra szólított fel. Convertitevi ancora, è tempo, per non finire nell'inferno. È quello che vi aspetta. Si continuate su questa strada. A pápa hangsúlyozta, hogy ezeknek a bűnöknek a hátterében a pénz és hatalom bálványozása áll, mely gonosszá és korruptá teszi az ember szívét. Ferenc pápa a Poggio Reale nevű nápolyi börtönfogvatartottjaival ebédelt együtt. Körülbelül 90 fogoly fogadta taps közepette a pápát. A pápa megáldotta a kertben található Assisi Szent Ferenc szobrát, és más foglyokat is köszöntött. Az ebédlőben megköszönte a foglyoknak, hogy vele ebédeltek, amire ők nagy tapssal válaszoltak. A menü tészta és csirke volt. Ebéd után a pápa pár résztvevő kérdésére válaszolt, hangsúlyozta, hogy Isten nem felejti el a gyermekeit, és hogy a börtönfalak nem választják el őket Isten szeretetétől. Beszédében elítélte a világ számos börtönében tapasztalt embertelen körülményeket. Nápoly védőszentjének, Szent Januáriusnak vérét elől középen helyezték el a Ferenc pápával történő találkozó alatt. Papok és szerzetesek nagy izgalommal fogadták a pápát.
Az érsek 7 klauzúrás konventnek is engedélyt adott a kolostor elhagyására. Az izgatott szerzetesnők átlépték a protokollt, és vicces zavart keltettek. E queste sono i clausuri, figuriamoci quelle non clausuri. Che cosa succede? Ahogy mindig teszi, Ferenc pápa ezúttal is néhány tanáccsal látta el a szerzeteseket. A Szentatya emlékeztette őket, hogy mindig Jézus nyomában kell járniuk, és nem szabad engedni a kísértésnek. A pápa külön üzenetet küldött a szeminaristáknak. Se voi non avete Gesù al centro, ritardate l'ordinazione. Se non siete sicuri che Gesù è il centro della vostra vita, ma che aspettate un po' più di tempo. Rögtönzött beszédében a pápa arra kérte a szerzeteseket, hogy kerüljék a világiasságot és a pletykálást. È il terrorismo delle chiacchiere, perché quello che chiacchiera è un terrorista che butta. Che butta una bomba, distrugge e lui è fuori. Távozása előtt elimádkozta a mi atyánkot, megcsókolta a Szent Januárius erekéjét, és áldást mondott az erekével a kezében, és az albatvér folyékonnyá vált. Segno che San Gennaro vuol bene al Papa, che è napoletano come noi, il sangue è metà sciolto già. És ebben a pillanatban a vér már nem volt folyékony. A pápa humorosan csak ennyit jegyzett meg. Si vede che il santo ci vuole a metà. Dobbiamo convertirci un po' più tutti perché ci voglia più meno. A szent vérének folyékonnyá válása 1848 óta nem történt meg pápa jelenlétében. Második János Pál és 16. Benedek látogatásai során sem. Ferenc pápa betegekkel is találkozott az új nápolyi Jézusról elnevezett bazilikában. A találkozóra mintegy 800 beteg jött el. A pápa rávilágított arra, hogy nehéz a betegekhez közel kerülnünk. Quando ci troviamo malattie che segnano tutta una vita, noi preferiamo nasconderle. Perché andare a trovare un ammalato e andare a trovare la propria malattia, quella che noi abbiamo dentro. A pápa azt is hozzáfűzte, hogy a betegség misztériumát leginkább Krisztus keresztjében tudjuk megérteni. Köszönetet mondott az egészségügyi dolgozóknak áldozatos munkájukért, emlékeztetve őket, hogy amikor az orvoslás üzletté válik, az elveszíti igazi célját. Ezután a pápa köszöntötte a betegeket, közülük sokat hordágyon hoztak el. Fiatalok ezrei gyűltek össze a nápolyi vízparton, hogy találkozzanak Ferenc pápával. A Szentatya a pápa mobilon érkezett, de kiszállt, hogy üdvözölje és megáldja az zarándokokat. Néhány mulatságos jelenetre is sor került, mint például ez. Mintegy 100 000 zarándok fogadta a pápát ezzel a köszöntéssel. Due, tre! Nem csak fiatalok találkoztak Ferenc pápával, idősek és házaspárok is voltak ott.
Egy fiatal, egy idős és egy pár tette fel kérdéseit a pápának. È vero che io non posso ingannarti dicendo no, tu credi e si farà tutto bene, sarai felice, avrai una buona fortuna, avrai dei soldi. No, no. Il nostro Dio fa il silenzio. Ricordati, è il Dio delle parole, il Dio dei gesti e il Dio dei silenzi. E queste tre cose tu devi unirle nella tua vita. Questo che mi viene a dirti, scusami, non ho un'altra ricetta. A 95 éves Ermina megköszönte, hogy törődik az idősekkel. Ferenc pápa humorral fűszerezve gratulált a szép korhoz. Io voglio di dirvi, ma se lei ha 95 anni, io sono Napoleone. Ma complimenti, complimenti come li porta. Quello che si semina si raccoglie. A voi figli. Quarto comandamento. Tu dai affetto ai tuoi genitori, tu li abbracci, tu le dici che li vuol bene. A házaspárokhoz szólva, a fiatalok házasságra való felkészüléséről szólt néhány szót. Come si preparano le coppie che vengono per sposarsi? Ma sì, si danno tre conferenze. È sufficiente questo? La fede lì come entra? Non è facile. La preparazione al matrimonio non è una cosa di un corso, come diventate, come un corso di lingue, diventate sposi in 8 lezioni. No, no, non è. È un'altra cosa. Mielőtt távozott volna a pápa, nápolyi dialektusban küldött még egy utolsó üzenetet az zarándokoknak. E camarona va compagna. Ferenc pápa megáldotta mindazokat, akik részt vettek a találkozón. Utána az evangélium 10 000 példányát osztották szét. Edinburgh nyugalmazott érseke Keith O'Brien lemondott bíborosi jogairól, adta hírül a Vatikán. A pápa elfogadta a döntését és arra kérte a skót egyházat, hogy ne adja fel a reményt a megújulás és megbocsátás útját járva. Keith O'Brien már korábban lemondott Edinburgh-i érseki hivataláról és nem is vett részt a legutolsó konklávén. Döntésére alkoholizmusa adott indokot, valamint az, hogy több ízben folytatott szexuális viszonyt felnőtt papokkal és egy szemináristával. 2013. májusában a Vatikán közölte, hogy O'Brien érsek elhagyja Skóciát, és néhány hónapot lelki megújulásban, imában és bűnbánatban tölt. Keith O'Brien elveszítette az összes bíborosi előjogát, beleértve egy esetleges konklávén való részvételét. Jelenleg 123 választó bíboros van. Ez a második alkalom, hogy egy bíborost lemondásra szólítottak fel. 12. Pius pápa 1927-ben fogadta el a francia Louis Billaud lemondását. Ferenc pápa elismerte a Lisieux-i kis Szent Teréz szüleinek, a Louis és Marie Azélézinek tulajdonított második csodát. Szenté avatásukra októberben a családról szóló színóduson kerül sor. A csoda egy Carmen nevű spanyol kislány gyógyulásakor történt Valenciában. A kislány, aki most 6 éves, nagyon súlyos koraszülött komplikációkkal született. Carmen teljesen felgyógyult és egészséges. Kis Szent Teréz szüleinek boldoggá avatását 2008-ban szintén egy újszülött, Péter csodálatos gyógyulása adta. Louis Martin és Marie Azélie Guérin 1858-ban házasodott össze,
9 gyermekük született. 4 közülük csecsemőkorban halt meg. Mind az 5 életben maradt gyermek később a szerzetességet választotta. Ők lesznek az első szentté avatott házas pár. Tíz ápolónő érkezett Barcelonából Rómába, hogy a pápa áldását kérjék életük új szakaszára, a nyugdíjra. 40 évig dolgoztunk együtt Barcelonában, a San Juan de Dios kórház gyerekosztályán. Együtt érkeztünk, mert együtt kezdtük a munkát, és most együtt megyünk nyugdíjba is. Néhányan a laboratóriumban dolgoztak, néhányan pedig a sebészeten. A pápától kaptunk egy rózsafűzért és egy képeslapot. Ezt a lapot aláírta és kérte, hogy imádkozzunk érte. Mi pedig azt, hogy imádkozzon értünk. Megkérdezte, honnan jöttünk, a nyelv miatt is. Ilyen egyszerű volt. Derűs hangon jegyzi meg Tereza, hogy a vatikáni út elhatározása elég spontán volt. Azt mondta, remélték, hogy a pápa áldása erőt ad nekik ebben az új élethelyzetben. Egyszer hazafelé mentünk a munkából, és arról beszéltünk, hogy el kéne jönni Rómába ünnepelni, akár egy pápai audienciára. Szerettük volna, ha a pápa áldása kíséri életünk következő részét. Az ápolók szép emlékekkel térhetnek vissza a városukba. Még csak 10 óra, de a zarándokok a Szent Péter téren már láthatták, ahogy lassan sötétül, és ahogy a hold elhalad a nap előtt. Megpróbálták megnézni anélkül, hogy a szemük sérült volna. Ez csak egy részleges napfogyatkozás volt Rómában, de 2026-ban újra látható lesz ez a jelenség Európában. Ferenc pápa pápaságának legikonikusabb pillanata az volt, amikor a siratófalnál megölelte 2 barátját, Ábrahám Szkorka zsidó rabbit és Omar Abud muszlim vezetőt. A vallások vezetői azért találkoztak, hogy békét kérjenek. Az általános audiencia során az argentin művész Gustavo Masso bemutatta Ferenc pápának a jelenet ihlette festményt. Úgy használtam, mint egy ihlet, melyből esztétikailag megalkottam ezt a képet. Ez egyben egy vallások közötti találkozó is volt. Érdekesnek találtam, hogy mind a 3 argentinok, és nincs bennük sértettség. Azt gondoltam, érdekes lehet megörökíteni ezt a pillanatot. Megpróbálta a monoteista vallások 3 könyvét is ábrázolni, a Bibliát, a Koránt és a Tórát. Omar Abud egy áttetsző papírra írt, mert az iszlám nem engedélyezi a Koránra való írást. Ferenc pápa a Bibliával vett részt a találkozón, a borítón, a békeszóval. Ők voltak a 3 szó, 3 nyelven, arabul, héberül, spanyolul. Ez volt az első munka, melyet Gustavo Masso a pápának készített, aki személyesen tanácsolta neki, hogy alkosson egy művet a különböző vallások kötelékeiről. A kapcsolat a Vatikánnal a múlt évben alakult, amikor befejeztem 2 munkámat, mely 2. János Pál pápa és 22. János pápa szentélyavatására készült. Megegyeztünk abban, hogy készítek egy vallásközi alkotást. Gustavo Masso hozzátette, szerette volna megerősíteni mindazt, ami a hírekben megjelent, és szeretné, ha tartós hatása lenne. A filmművészet kezdete óta a Jézus életét számtalan rendező próbálta megfilmesíteni. Oscar Parra de Carrizosa is beállt ezen rendezők sorába, Jézusról szóló filmje az Isten tövise címet viseli.
Annak ellenére, hogy több mint 150 Jézusról szóló film készült, az Isten tövise egy új szempontból közelíti meg a témát. Sokkal inkább a történelmi Jézust állítja elénk, ahogyan azt a régészeti kurzusok láttatnák, miközben nem hagyjuk el a hit talaját. A film Jézus életének 3 évét öleli fel úgy, ahogy az apostolok látták. A rendező szándéka, hogy Jézust Istenként és emberként is bemutassa. Az Isten tövise című film Jézusa egy mosolygó és nevető Jézus. Egy olyan Krisztus, aki közösségben él az apostolokkal, akik a barátai is egyben. Ez a Krisztus egy ember, de igazi Isten is. Mint igazi ember szenved ez a Krisztus. Jézus két természete olyan eseményekkor jelenik meg, amikor feltámasztja barátját, Lázárt. Quitad la piedra. Señor, lleva 4 días enterrado y ya se está corrompiendo. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Pedro, Juan, Santiago, ayudadles a quitar la piedra. A film egyes jeleneteit Kafarnaumban forgatták, nagy figyelmet szenteltek a részleteknek. Például az utolsó vacsora jelenetében a cserépedények korabeliek. A film március 27-én került a mozikba. Ven fuera! Következő adásunkban a torinói lepel újbuli kiállításának részleteiről számolunk be. Itt a római riportokban.